Megmutatom neked azokat a döntéshozatai technikákat, amiket konkrétan ezek, amire meg. Megmutatom neked azokat a döntéshozatai technikákat, amiket konkrétan ezek a milliárdosok szoktak használni. Ha nem láttad volna még az első részt, azt itt meg tudod nézni, de ne izgulj, mert ez két különálló videó, és így is tökéletesen érteni fogod. A mentális modellek azok olyan gondolkodási keretrendszerek, amik abban segítenek nekünk, hogy az érzelmeinket teljesen ki tudjuk zárni a döntéshozatalból. Tehát csak logika alapján döntsünk. Miért kellettek ezek a mentális modellek? Mivel annyi lehetőségünk van, amivel Dunát lehet rekeszteni, ezért kellettek ezek a mentális modellek, hogy le tudjuk szűrni a tökéletes lehetőségekre a döntés. Inget. Fontos döntéseket kellett hoznunk, hogy optimalizálni tudjuk az erőforrásainkat. Itt most az energia, idő és pénzre gondolok. Tehát például, amikor az appot fejlesztettük, akkor rengeteg lehetőség volt, hogy merre fele induljunk el. De le kellett szűrnünk a legjobb lehetőségeket, amit kiválasztunk, hogy ebbe teszünk ki pénzt, időt és energiát, hogy az app ebbe az irányba fejlődjön. Tökőszintén megmondom, nem is tudom, mi lett volna velünk, hogyha akkor este én a mentális modellekre nem találok rá az interneten. De valószínűleg még most is azon malmoznánk, hogy melyik lényegtelen funkciót fejleszünk le az applikán. Hogyan lehet alkalmazni ezt a való életben? Rengeteg fajta mentális modell létezik, én most azokat fogom megmutatni neked, amiket én is használtam, és nekem sokat segítettek. Nem is értem, hogy minek mondanám el azokat, amik nem segítettek, vagy amiket nem használtam. Az a durva az egészben, hogy miután megérted ezeknek a lényegét, és alkalmazod a való életedben, onnantól mindenre próbálod majd ezeket alkalmazni, mert annyira hatásosak. Az első az a hard choice angolul, vagyis a nehéz döntések. Egy végtelenül egyszerű technika, amihez fel kell rajzolnod egy ilyet. Visszamegyünk a negyedik osztályos matekhoz, de jogi nem kell megérni nem fogom értékelni a dolgokat. Tehát az y tengelyen az értéket vagy a fontosságot határozzuk meg, az x tengelyen pedig a komplexitását az adott feladatnak. Tehát, hogy mennyire nehéz. Az ábrán az a legjobb, hogyha valami az egyesbe kerül. Tehát nagyon könnyű, de mégis nagyon nagy értékű, vagy nagyon nagy fontosságú. Utána jön a kettes, utána jön a kérdőjel. A kérdőjel az olyan, ami nem nehéz, de nem is olyan nagy érték, tehát ilyen lehet felesleges feladat. És a végül pedig az x, ami nagyon nehéz, és semmi értéke szinte, tehát azt nem kell megcsinálni. Ezt mi akkor használtuk, amikor a webapplikáció és a saját között kell dönteni, hogy melyikre helyezzük a hangsúlyt. Te ezt úgy tudod használni a való életben, hogy felírod, hogy miket szeretnél elérni az életben, és elhelyezed ezeket ezen a Grafikonon. Majd utána megnézed, hogy melyik negyedbe esnek, és utána az alapján választasz, hogy ami az első negyedbe van, utána ami a másodikba, a többit ezt meg eldöntöd. Ami a negyedikbe, tehát az X-be van, azt mindenképpen hagyd ki. A második az Eisenhower Matrix, ami egy végtelen egyszerű technika, ez arra van, hogy priorizáld feladataidat, és a legfontosabb feladatokat tedd előre. Tehát, hogy produktívabb tudjál lenni. A Matrix segítségével az összes elvégzendő feladatunkat rangsorolni tudjuk, és emiatt biztosítva leszünk arról, hogy tényleg a legfontosabbba fogjuk kezdeni. Ezt a saját tudulistámra próbálom használni, néha több, néha kevesebb sikerrel. Három hete kezdtem el használni, és erőltettem így rá magamra, mert tudom, hogy hasznos, és azóta próbálom egyre jobban beépíteni ezt a mindennapjaimba. Hozzáteszem, hogy néha egyszerűbb csak felírni a tudólistára, de igen, tudom, ez a lustaság. Ide egy side note. Az Eisenhower Matrix-ot amúgy Stephen R. Covey, a kiemelkedően sikeres emberek hét szokásában olvastam először, szintén fent van a könyvklubban. Viszont a Matrix az David D. Eisenhowerről, az USA tábornokáról kapta a az USA tábornokáról kapta a nevét. Később lett, hogy elnöke is volt, de ebben nem vagyok biztos. Ezt meg lehet csinálni Notionbe is, vagy lapon is. Itt egy példa róla. A lényeg, hogy négy darab egységünk lesz, vagy részünk, vagy részlegünk. Lesz egy fontos sürgős, lesz egy fontos nem sürgős, lesz egy nem fontos sürgős, és egy nem fontos nem sürgős. És ez alapján kell igazából szimprán a feladatainkat beosztani. Mi az, ami fontos, mi az, ami sürgős. És így el kell helyezni ezt is szépen ezen a grafikonon, és azzal kell kezdeni, ami a fontos sürgős kategóriában van. Utána jöhet a sürgős, nem fontos, majd utána jöhet a fontos, de nem sürgős, tehát ezt bármikor meg tudod csinálni kb. Majd utána, ami meg nem fontos, nem sürgős, az meg nem is kell igazából, tehát ezt így valahogy ki kell szervezni másnak gratulálok, hogyha ideig eljutottál. El. Mert a mai világban az a durva, hogy az aranyhal tovább képes fókuszálni egy adott dologra, mint az ember. Tehát ennyire áramlott az embernek a fókuszálási képessége a TikTok és a hasonló platformok miatt. Úgyhogy, ha idáig nézted ezt a videót, valószínűleg nagyon érdekel téged ez a téma, és az emberek azon kis százalékába tartozol, aki még fent tudja tartani a fókuszát. Na menjünk is tovább. A harmadik a Decision Matrix, ami már egy picit bonyolultabb azért. De nyugi, elmagyarázom ezt is. Itt ezt egy táblázatként kell elképzelni, ide fel is tesszük nektek. Az első szóba felírod a választási lehetőséget tehát mik azok, amik közül választanod kell. Majd utána értékeled őket. Ez ezer fajta minden lehet. Lehet az, hogy mennyi időbe telik, mennyi pénzbe kerül, mennyi energiába telik, milyen fontos. Lehet ezek alapján is értékelni. De ezt te magadnak határozod meg. Mi mutatom, hogy értékeltük. Mennyi az esélye, hogy új felhasználókat hoz, mennyire rövid idő lenne lefejleszteni, mennyire javítani a felhasználó élményt, és mennyire könnyíteni meg a mi dolgunkat. Tehát ezek voltak azok. Minél nagyobb pont, annál jobb. És utána pedig szimplán összeadod. És rangsorolod az egészet úgy, hogy ami a legtöbb pontot kapja, az körüljön legfelülre hiszen ez az, ami többfajta szempontból is a legjobb döntés számodra. Tehát ez már picit komplexebb, mint az Eisenhower Matrix, komplexebb, mint a Hard Choice, és vannak olyan esetek, amikor tényleg csak ezt tudod alkalmazni. De nyugi lesz még egy hasonló példa, ahol még jobban meg fogod érteni ezt, hogyha most esetleg nem menne. Itt zárójelben megjegyezném, hogy ha már nagyon ödven szinten vagy és hardcore, akkor lehet úgymond súlyozott átlagot is csinálni. Ami azt jelenti, hogy mondjuk neked az számít a legtöbbet, hogy mennyi idő megcsinálni. Akkor a mennyi időnek a pont számát mondjuk megszorzott kettővel. És ez azt jelenti, hogy így súlyozott lesz az átlagod, tehát az a pont az kétszeresen fog számítani. Tehát az kétszer olyan fontos érték számodra, mint a többi tényező, hogy mondjuk mennyi pénz, vagy milyen nehéz. De mondom még egyszer, ez már a hardcore szint. De t -t, aki nem a hard módban van, az szimplán az előzőt csak hallgassa meg, és az alapján csinálja meg. A negyedik a second order thinking, vagyis hogy tovább gondolod a dolgokat. Mindjárt elmagyarázom. A lényeg annyi igazából, hogy megnézed, hogy a most hozott döntésed később mit eredményezhet majd. Például, hogy ha úgy döntök, hogy elmegyek egy évre külföldre, akkor az azonnali eredmény, hogy kimegyek külföldre, későbbi és jól érzem magam. Későbbi eredmény, hogy amint hazajövök, akkor valószínűleg csúszok egy évet, vagy vizsgáznom kell. Viszont a még későbbi az pedig az, hogy rengeteg tapasztalatot szerzek, plusz az ön életrajzomba is jól mutat. Ezt mi akkor szoktuk használni, hogyha nagy nehezen meghoztunk egy döntést, és kíváncsiak vagyunk a későbbi kimenetelére, hogy ez mit eredményez. És akkor felírjuk a döntésünket ide, és megnézzük, hogy mi a későbbi eredménye, és mi a még későbbi eredménye, amit valószínűleg hozhat az a döntés. És az ötödik az pedig nem más, mint a RISE, ami egy mozaik szóból össze. Ez a Reach Impact confidence és effort. Ez nagyon-nagyon specifikus, és szinte csak vállalati környezetben lehet használni, de nagyon hasonlít a decision matrixhoz, és mindjárt megérted. Felolvasom nektek, hogy a lényege röviden az, hogy minden lehetőséget értékelnünk kell az alapján, hogy mennyi emberhez érnél, mekkora változást hozna az embereknél, milyen biztosak vagyunk ebbe, és mennyire lenne könnyű megcsinálni. Itt a pénz, energia az egybe van, és így néz ki. Nagyon-nagyon hasonlít konkrétan ez a decision matrixhoz is, annyit hogy a decision matrixnál mi írtuk meg a felső dolgokat. Tehát azokat az érveket, amik alapján mi értékelni szeretnénk ezeket a lehetőségeket. Tehát itt ugye ott van hogy Reach Impact Confidence Effort. Az előzőnél pedig mi írtuk fel ezeket, és szinte bármit írhattunk bele. Emiatt én jobban szeretem egy picit használni a Decision Matrix-ot, mert nagyobb szabadságot ad nekem, és jobban személyre szabható. De céges környezetben amúgy ezt szokták használni. És ide csak egy tanulság, hogy rengeteg időt, pénzt és energiát tudsz magadnak spórolni az életbe, hogyha minél hamarabb megtanulod ezeket a mentális modelleket, és megpróbálod használni is a való életet. Be, hogy úgy hozzá döntéseket, hogy az érzelmeket totál kizárod, és csak a logika alapján döntesz. Mert ezek azok a döntések, amik hosszú távon a sikerhez vezetnek téged. Az nem Charlie Munger mondta azt, hogy nem az a lényeg, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzuk meg az életben, hanem az, hogy elkerüljük a totálisan rossz döntéseket. És a mentális modellek pont ebben segítenek neked. Remélem, hogy tetszett a videó. De még mielőtt elmennénk, hagyd mondjam el neked, hogy ilyen és hasonló témákban szoktunk írni egy blogot. Heti egyetlen egy poszt van, és tök ingyenes. Lent megtalálod a leírásban. Ha pedig tetszett a videó, mindenképpen nyom amely like lájkot, iratkozz fel, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!